Szeretettel üdvözöllek. Heti, nagyon érkeznek a kérdések folyamatosan, és gondoltam, egy gyors kérdezt felelek még belefér a napba, mert amúgy Isten hozott a tavaszban, ez ilyen nagy élmény, hogy megérkezett, kirándulás lesz a délutáni program, de gyűlnek a kérdések, és gondoltam most akkor még egy azért belefér a mai napba. Olvasom. Szép estét kívánok! Imént néztem meg a videóit, és bevallom, lenyűgözött a rálátása és logikája, minden elismerésem. Bátorkodom önhöz fordulni, talán akad javaslat a számomra is. Nos, szex kapcsolatként indult. Tavaly májusban szokásos netes párskeresés, szingli pasi, szingli csajszi, én idősebb vagyok nála. Csevegés, találkozás, nála, beszélgetés, szex. Rendben is volt ez így, és folytatódott heti szinten rendszeres nemi együttlét. Egy idő után elkezdtem érzelmileg kötődni hozzá, kb. Decemberben. Bátor voltam, és nyíltan elmondtam neki, hogy érzelmileg fontos személy lett számomra, és jött a hoppá közömbös válasza. Általában mindig ez van, hogy a nők elkezdenek kötődni. Megjegyzés. Hozzávetőlegesen. Nem tulajdonított nagy jelentőséget, vagyis én nem vettem észre, hogy bármi hatással lett volna rá a vallomásom. Egyszer annyit mondott, őtet ez az érzelmi kötődésem nem zavarja, de szakítani sem akar velem, úgyhogy a szekre bármikor rendelkezésre áll. Két hét szünet, és folytattuk, ahol eddig is. És még mindig tart. A lényeg, arra törekszem, hogy társa legyek, hogy segítsek neki. Szinte kiszolgálom, csak mert jól esik nekem is hozzá kedvesnek lennem, és adok, amíg csak lehet magamból, és várok türelmesen. Csak egyszerűen elbizonytalanít, hogy igyekezetem ellenére nem fejezi ki az érzéseit szóban, és álláspontfoglalás szempontjából pedig puszik, ölelés, mosoly, felcsont szemek, vélemény kikérése a munkájához, apróságok, amik csak gesztusok, de olyan jól esnek, és érzem, hogy ő is vár egy találkozásunk, de nem vállal föl, mint nőt maga mellett, mint társa. Figyelmes, türelmes, megértő, jó fejpasi, racionális és reális. Barátnőm nem értik a kapcsolatom vele, ők egyértelműen azt mondják, hogy kihasznál teljes mértékben, de én ezt nem érzem. Miért? Kérdésem, legyek türelmes, vagy öressem meg magam vele? Szuper a levél! Nyilván bármely levél szuper, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma, és bátorság kell hozzá, hogy valaki ezt ilyen szépen leírja. A válasz saját tapasztalatom alapján áll, mert én ezt sokat csináltam. Én nagyon sokat csináltam nőkkel, pontosan ugyanezt, hogy a kötődés már alakul, és ugyanezt reagálom, hogy igen, ez így szokott. És nem vállalom, és nem állok bele, és nem tudok dönteni mellette, és nekem egy nagyon fontos saját tapasztalatú megértésem, ugye én szégyeltem magam emiatt soká, hogy akkor én kihasználom, és nálunk is ugyanez volt ezekben a helyzetekben, hogy a barátnők meg a család nem értette, hogy a nő így miért van ebben még mindig benne, és azt látom, hogy a lényeg az a mondat, hogy mindenki azt mondja, hogy kihasznál teljes mértékben, de én ezt nem érzem. És kérdezi a levélről, hogy miért. A lényeg ez. A lényeg az, hogy te szívesen adsz neki. Én azt látom, hogy így semmi más nem fontos végül, mint hogy szívesen adsz neki. És minden nő életében, hogy ki az a férfi, akinek én szívesen adok. A fontos. És az nekem a tapasztalatom, amit próbáltam már sokféleképp elmondani, hogy mi férfiak, és az ilyen lenyűgözően fontos szerintem, hogy mi férfiak, mi nem úgy működünk, mint a nők, mi nem tudunk, és értem ezt a romantikus, misztikus ködöt, hogy így szerelem első látásra, de nálam férfiként a szerelem első látásra az annyit jelentett, hogy én nagyon meg akarom őt szerezni. Nyersebben mondva, hogy én nagyon meg akarom őt dugni. Ez volt az én szerelem első látásra élményem, mert és erre nem lehet életet alapozni, meg működő kapcsolatot. Nekem ez a tanulságom az én életemből, hanem amire lehet, az a szeretet. És bennem férfiként a szeretet idő, míg megszületik. Azt tartom nagyon fontosnak, hogy a nők így látják a férfit, és azonnal látják, hogy ki ő, és így azonnal tudnak hatalmas szerelmet érezni, de nekünk férfiként tapasztalnunk kell a nőt. A nő látja a férfit, de a férfinak tapasztalni kell a nőt. És ezért nagyon fontos, és szerintem teljesen normális ez az időszak, és ehhez kell rettentő alázat, meg sok kitartás a nőtől, hogy menni és tenni bele a munkát, az energiát, magamat, mindazt, amit adni tudok, ahogy a levélidő is leírta, mindaddig,
míg vagy átjutok hozzá, vagy belehalok. Nincs középút. Aki óvatoskodik, aki tartalékolja magát, aki várja, hogy majd őt először elismerjék, meg szeretné, hogy őt kiérdemeljék, akinek, annak ez nincs, az, annak ez nem fog működni, nem tud működni, mert a férfi nem így működik. Mert a férfi úgy működik, hogy tapasztalnia kell azt, hogy soha senkivel nem voltam még boldogabb, soha senkivel nem voltam még igazabban önmagam, mint veled, mint a konkrét nővel. Tehát ezt a férfinak azt kell tapasztalnia, hogy milyen lenyűgözően jó az élet, milyen boldog, milyen erős vagyok, mennyire jól megy a munkám, és ott tartottam is fel az ujjamat, amikor a levélben azt a részt olvastam, hogy megosztja a munkájának a részletét, és tanácsokat kér, ez a nagyon fontos. És igazából döntési helyzet sincs, mert tehát ez, az ilyen levelek szerintem, meg ez a lelkiállapot az abból fakad, hogy a társadalom, barátok, az ismerősök azok elpróbálnak bizonytalanítani, hogy ez helyese, jó-e, amit az ember nőként ilyenkor csinál. De te pontosan tudod. Te pontosan tudod, hogy jól van így, mert ugye írod is, nem érzed, hogy kihasználnának. Azért nem, mert téged ez lelkesít, hogy te adhasd magad neki. És ez a lényeg. És ez így rendben van. És a férfi, ugye a levél vége az, hogy kérdésem, legyek türelmes, hogy ölessem meg magam vele. Ez nem kérdés, mert pontosan tudod, hogy te adod, amit tudsz, és addig adod, amíg van, miből adj. Tehát igazából a kérdés nem az, hogy legyek türelmes, hogy ölessem meg magam, hanem a kérdés az, hogy merjek magamra hallgatni, és menni tovább a megérzéseim szerint ezen az úton, ami e felé a férfivé vezet, ahol így, mint lepke körözök körülötte, és adom a mindenemet, még ha esetleg bele is halok végül ebbe a lángba. De hogy ez nem döntési helyzet. A döntési helyzet legfeljebb csak az, hogy ezt tegyem-e, és hallgassak magamra, vagy megtagadjam magam a környezetem véleménye és a környezetem nyomása miatt. És ha ezt a kérdést így tisztában látjuk, és tisztában tesszük föl, tehát hogy hallgassak-e magamra, menjek-e a megérzéseim után, és így szeressem-e ezt a férfit, adjam-e a mindenemet neki, vagy hallgassak a környezetemre, akik szerint én hülye vagyok, és ez a pöcs engem kihasznál, akkor itt sokkal könnyebben megválaszolhat a kérdés, mert ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Menj és kövesd a megérzéseidet. És egy dolog biztos, ami történik, ugye mindig mondom, az igazság derül ki ilyenkor, amikor a nő egyszerűen csak mer egy ilyen helyzetbe kitartani. És az igazság az két dolog lehet. Az egyik az, hogy a férfi végül így rácsodálkozik egyszerűen, csak így szép lassan leesek neki, leesik, hogy egy ilyen eltörnyös tantusz, hogy de én vele vagyok boldog, vagy nem. És ha meg nem, akkor ki fog fagyni a tartalék. Egyszerűen elfogy a nő ereje, elég a láng, a kanóc, leolvad a viasz, mindegy. Tehát, hogy így tehát ha a nő felemészti a tartalékait egy konkrét szerelemben, akkor így van vége, akkor így belehal, és ezt mindannyian ismeritek, és igenis el kell eddig menni. Tehát kell adni magad bármit, amit tudsz, és teljesen normális, ha a férfi tol le magáról. Teljesen normális, hogyha azt mondja, hogy hát igen, ez így szokott lenni, hogy a nők elkezdenek kötődni. Hogy volt? Általában mindig így van, hogy a nők elkezdenek kötődni. Igen, én is ezt mondtam mindig. Mert ez a normális, mert tényleg ez történik. Tehát, hogy így merni kell adni magamat, és nem megijedni a férfi reakciótól. Az, hogy a férfi azt mondja, hogy mindig ez szokott történni, az csak az, hogy volt már hasonló helyzetben. Egyébként ez azt is jelenti, hogy ő vágyik arra, hogy ilyen módon és ilyen minőségben nő ott legyen vele és mellette. És nem volt még senki vele nő, aki elég ideig kitartott volna ahhoz, hogy ő mint férfi végül így megadja magát annak, hogy a sorsa ott eldőlt, hogy kitől kezdett elfogadni, és így felfogja azt a tényt, hogy tulajdonképpen már együtt vagyunk, már beengedtem a nőt, benne van így a lelkembe, a lényembe, a testembe, tényleg mint egy ilyen oldalborda, amit nemhogy nem akarok kioperálni, de nem is tudok kioperálni többet az életemből. Tehát, hogy menni kell és adni. Szoktam úgy is mondani, hogy így eladósítani, és nem nézni, hogy milyen vissza. Mert aki meri nem nézni, hogy mit kap a férfitől vissza, csak azt tudja megnyerni a férfit. Ez ilyen paradox, de ez van, hogy aki nem számolgatja, hogy most így mit ad nekem, hanem csak adja a mindenét, azt tudja az egész férfit megnyerni végül. Úgyhogy hajrá, köszönöm a kérdést, és jó munkát!